A népesedési helyzet az első számú nemzeti sorskérdés. Körülbelül 40 éve tekinthetjük annak, amikor elkezdődött az a folyamat, hogy többen halnak meg, mint ahányan születnek. Ez ma közel 40 ezres különbséget jelent. A kérdés persze ma már nem csak az, hogy vajon hányan leszünk néhány évtized múlva, mik azok az utóbbi években tapasztalt pozitív eredmények, amikre hivatkozni lehet. Elsősorban a teljes termékenységi arányszámot, ami gyakorlatilag a gyermekvállalási kedvet jelenti. Az utóbbi években ez 1,2-1,3 között mozgott, most elértük az 1,5-öt. Ez jelentős növekedés. Többen kötnek házasságot, mint évekkel ezelőtt, ez most 50 ezer fölött volt, egy másfélszeres növekedés a 8 évvel ezelőttihez képest. Csökkent a válások száma, 18.600, ami valamikor 25 ezer volt pár évvel ezelőtt. És csökkent az abortuszok száma, 45 ezerről 28.500-ra. Sajnos egy negatív jel, amit több évtizede magunkkal hordozott folyamatnak az eredménye, hogy csökken a szülőképes korú nők száma. Ez most ebben az évben 20 ezerrel csökken. Ez pedig elveszi azt a töbletet, amit az 1,5-es arányszám jelent. És hiába vannak meg ezek az utóbbi években jó eredmények, hosszú éveknek kell még eltelni ahhoz, hogy pótoljuk azt a hiányt, ami évtizedek alatt megtörtént. A külföldi munkavállalással kapcsolatos kivándorlás az jelentős mértékű volt évekkel ezelőtt. De a folyamat kezd visszafordulni, vagyis a visszaköltözőknek a száma emelkedik jelentősen. És csökken a kivándorlók száma. Érdemes azokat az adatokat is megemlíteni, amit az Eurostat is közölt. 300 ezer fölött egy kicsire teszi a külföldön munkát vállalók számát. Ez 5,2%-os a magyar munkaképes lakosság körében. 13. helyet foglaljuk el Európában. Tudjuk, hogy Románia, Bulgária, Balti államok, Portugália, stb. Területéről többen mennek külföldre dolgozni, mint tőlünk. Én úgy gondolom, hogy az irány nagyon jó, és ennek örülhetünk. Az is tény, hogy a demográfiai változásokat nem elsősorban a kormányzat tudja elérni. Ez a közgondolkodástól függ, a gyermekvállalási kedvtől, a családbarát környezet kialakításától, de van a kormányzatnak feladata, ez pedig gyakorlatilag kétirányú, a családok anyagi támogatása, ami elsősorban az adókedvezménnyel történik meg, illetve az előbb említett közgondolkodás megváltoztatásával, ami értékrendbeli dolog is, és életforma kérdése is, de ez sokkal hosszabb távon érvényesülő változás.